Sziasztok! Kulcsár István Róbert vagyok. Ugye, ahogy már talán megszoktátok, 10 nap, 10 beszélgetőtárs a 10 éves Shoprenter apropójából, és igyekszünk minden egyes ilyen beszélgetésnél valamilyen olyan szakértővel, vagy valamilyen olyan szakértőt megszólaltatni, akiről azt gondoljuk, hogy egy kicsit hozzá tud tenni a ti mindennapjaitokhoz. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Krausz Miklóst a netjog.hu-tól, akiről hát, talán elmondhatjuk, hogy igazából már ilyen házi jogásza a Shoprenternek, hiszen baromi régóta ismerjük egymást, de akkor a bemutatkozást azt egy kicsit rád bíznám, Miki. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Valóban, hogyha jól számoltam, akkor már 9 évet, tehát a 10 évből 9 évet biztos, hogy partnerekként együtt lenyomtunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy én is itt lehetek ebben a szülinapi videózásban. És hát rólam annyit kell tudni, hogy a netjog.hu alapítója vagyok, most már a netjog is lassan 10 éve működik, ugye kibővült a kezdeti blogok után, egyre több internetjogi adatvédelmi szolgáltatást nyújtunk, illetve én álmodtam meg a virtuáljog.hu alkalmazást, ami ugye elérhető a Shoprenter alkalmazások között is, és szerencsére nagyon sok webshop használja már. Akkor jövőre, ha jól értem, én ebből az egészből annyit szűrtem le, hogy jövőre lesz egy ugyanilyen beszélgetés, csak akkor te leszel a bal oldalon, és én leszek a jobb oldalon, és majd én adok hasznos tanácsokat a te ügyfeleidnek. Pontosan. Jó, de akkor most csináljuk úgy, hogy lásd, hogy milyennek kell lennie egy ilyen videónak, hogy egy kicsit bemutatom, hogy most te fogsz adni egy csomó hasznos tanácsot, és ráadásul ingyen, úgyhogy mindenképpen érdemes megnéznetek ezt a videót, mert olyan, hogy egy jogászt, egy ügyvédet ingyen meg lehessen szólaltatni, és hasznos tanácsokat adjon, hát ez meglehetősen ritka dolog, ugye van egy olyan máig élő sztereotípia az ügyvédekről, a jogászokról, hogy meglehetősen drágán dolgoznak, és hát tegyük gyorsan hozzá, hogy azért sokan egy csomót tesznek is azért, hogy ez a sztereotípia érdemben ne nagyon sérüljön, de Miki itt van velünk, és most ingyen egy csomó hasznosabbnál hasznosabb tanácsot fog adni nektek, ami a webáruház indulásáról, illetve adott esetben az üzemeltetéséről szól. Kezdjük rögtön az indulásról. Mire érdemes figyelni? Kell-e iskolai végzettség, kell-e engedélyeztetni a webáruházat, magánszemélyként indíthatok-e webshopot, hogyan érdemes ennek az egésznek nekifogni? Hát mindenképpen utána kell nézni a jogi teendőknek, ezek között pont ezek a legfontosabb kérdések, amiket említettél. Az elektronikus kereskedelmi törvény konkrétan alapelvként definiálja, hogy semmilyen engedélyre nincsen szükség a webshop üzemeltetéshez, tehát elektronikus kereskedelmi tevékenység nyújtásához, kivéve természetesen, hogyha az adott tevékenységhez szükséges engedély, gondolok itt például aranyékszerek kereskedelmére, tehát ott egy engedélyszámmal kell rendelkezni, egyébként ezt az engedélyszámot fel is kell tüntetni az ASZ-ben, tehát az egy bonyolultabb dolog, de alapesetben semmilyen engedélyre nincsen szükség. Amit meg kell tenni, az, hogy a helyi edzőnél bejelentési kötelezettség van, tehát ki kell tölteni egy adatlapot a helyi önkormányzati hivatalban, és akkor tudomásul veszi egy végzéssel az önkormányzat, a hivatal, hogy egy ilyen tevékenység indult. Másra igazából nincsen szükség. A fogyasztóvédelmi jogszabályok azt mondják, hogy majd egy miniszteri rendeletben egyszer benne lesz, hogy milyen végzettség szükséges a webshop üzemeltetéshez. Ez évek óta így van, és azóta sem született semmilyen ilyen rendelet vagy előírás, tehát semmilyen szakképzettségre sincsen szükség. Azt nagyon fontos megemlíteni, hogy vannak olyan termékek, amelyeket nem lehet webshopban értékesíteni, ezek az úgynevezett üzletköteles termékek. Tehát, hogyha valaki ezekben gondolkozik, például ilyenek a növényvédőszerek, a propánbutángáz, a különböző állatgyógyászati termékek, tehát hogyha valaki ilyen gyógyszerek, lőfegyver, pirotechnikai termék, van egy csomó ilyen. Ezt melyik törvényben lehet? Erről gondolom van egy taxatív felsorolás egy jogszabályban. Igen. Ezt melyik törvényben lehet amúgy megtalálni? Hát ez a fogyasztóvédelmi törvénynek az egyik végrehajtási rendeletében. Nem tudom pontosan a számot, de az egyik rendeletben ezek felsorolásra kerülnek. Ezeket érdemes megnézni. Aha. Még egy olyan kérdésem lett volna, itt amikor említetted, ugye, hogy
hogy nem szükséges engedély, és pusztán a jegyzőnél kell ugye ezt a kereskedelmi tevékenység folytatását bejelenteni, hogy ugye amikor az ember üzletet indít, tehát egy fizikai boltom, lesz egy vállalkozásom, amelyikre csinálok egy fizikai üzletet, ezt akkor is meg kell tennem, ha már van egy fizikai üzletem, és bejelentettem a jegyzőnél a kereskedelmi tevékenység folytatását, ha utána webáruházat indítok, akkor is be kell menni, és erre a webáruházra is meg kell tenni ezt a bejelentést, vagy igazából ez magára a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozik, és ha már egyszer bejelentettem, akkor még egyszer ilyen kötelezettségem nincsen. Hát ugye elkülön a kettő, tehát van egyszer a kereskedelmi tevékenység, és van a csomagküldő kereskedelm, tehát ez kifejezetten a csomagküldő kereskedelemre vonatkozik, amit mindenféleképpen be kell jelenteni. És a tehát másik, a helyes választ, hogy igen, mindegy, hogy volt már fizikai üzletem, igen, ezt akkor is meg kell igen, tenni. Hiszen egy új tevékenység kezdődik el, és nagyon fontos, hogy ekkor, hogyha tegyük fel, volt már üzletünk, és utána szeretnénk webáruházban értékesíteni, akkor pedig a megfelelő TAOR számot, a csomagküldő internetes kereskedelmet fel kell venni a cégünk tevékenységi körébe. Ez a 4591-es, vagy 4791-es? 4791, ha jól mondjam. 4791-es, csomagküldési internetes kereskedelmet. Ha nem változtatták. Igen. Azért én ezt el is szoktam mondani amúgy az előadásokban, hogy valljuk be őszintén, én még nem láttam olyat, hogy valakit ilyen TAOR szám miatt irgalmatlanul megbüntettek volna, mert nem volt meg, de azért ettől függetlenül az ördög nem alszik, tehát ezzel sem érdemes szórakozni, most már javíts ki, ha tévedek, de ezt talán most már ügyfélkapunk keresztül is meg lehet tenni ezeket a TAOR szám módosításokat, vagy felvételeket, úgyhogy még csak be se kell emiatt mennünk sehova, tehát ezt mindenképpen érdemes megcsinálni. Akkor pontosan, is a pici apróság. Ezt legtöbbször a könyvelő szokta elintézni, tehát ügyfélkapunk keresztül fel kell tölteni egy elektronikus adatlapot, és körülbelül 2-3 nap alatt ez készen van, a NAV visszajelez, és a tevékenységi kör felkerül ugye a cég tevékenységi körébe. Oké. A következő kérdésem, ezt is szokták tőlem kérdezni, de mégiscsak jobb, hogyha egy jogász szájából hallják erre a helyes megfejtést. Ugye sokan gondolják úgy, hogy ilyen adószámmal rendelkező magánszemélyként indítanának webáruházat, vagy adott esetben mondjuk alapítványként indítanának egy webáruházat. Itt mi a helyes megfejtés? Milyen cégformátumban, vagy milyen formátumban lehet, illetve nem lehet webáruházat üzemeltetni? Hát ugye természetes, igazából lehet bármilyen információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtani magánszemélyként, de akkor nem tudunk értékesíteni, tehát hogyha eljutunk már abba a stádiumba, hogy értékesítünk, akkor feltétlenül számlaképesnek kell lenni, tehát vagy egyéni vállalkozóként, vagy valamilyen cégformában kell, tehát céget kell alapítani, és ennek megfelelően már tudunk számlázni. Az adószámos magánszemély, amennyire én tudom, ugye ez egy kicsit ilyen pénzügyi kérdés, amennyire én tudom, ő kereskedelmi tevékenységet nem végezhet, tehát mindenféleképpen egy katás egyéni vállalkozót, ezt a formát ajánlom kezdésnek, hogyha valaki most gondolkozik a webshop indításban, későbbiekben természetesen aztán a BTKFT, ez a kettő leggyakoribb vállalkozási forma, amiben üzemeltetik a webáruházat. És ha nagyon kinőjük magunkat, akkor pedig egy jó RTV, egy jó ZRTV, jó nőhetjük. Igen, akár addig is el lehet jutni. Jó, ugye azt említetted, hogy iskolai végzettség igazából nem szükségeltetik ahhoz, hogy az ember webáruházat üzemeltessen, tehát nincs ilyen, hogy valamilyen szakirányú kereskedelmi végzettség, vagy bármilyen más egyéb kötelezettség. Viszont adódik a kérdés, hogy például mondjuk NAV-os pénztárgép, vagy bármi más egyéb kell ehhez a dologhoz. Én tudom a helyes megfejtést, csak megint csak azt mondom, hogy hangozzon el a teszádból, tehát úgy a legjobb. Én ezeket mindig majd jól előkészítem neked pedig csak jól el kell mondani a helyes megfejtést. Már ez is egy, igazából ez is egy pénzügyi kérdés, tehát nem biztos, hogy én jót tudok. Én a könyvelőktől annyit tudok, hogy nincsen szükség pénztárgépre. De cáfolj meg, hogyha te másképp... Nem, én is. Sokféle könyvelőtől sokfélét hallottam, de én úgy tudom, hogy nincsen szükség pénztárgépre, hogyha ugye személyes átvételt is biztosítunk, akkor sem. És ez nagyon fontos, hogy ez gyakori kérdés, hogy személyes átvétel esetén nincsen szükség egy kifejezett üzletnek az alapítására, létrehozására, tehát a személyes átvételt meg lehet oldani igazából bárhol, tehát ez nem egy üzleti kereskedés.
kereskedelmi tevékenység a webshop üzemeltetés, ez egy kiegészítő szolgáltatás. Apropó, kell biztosítanom személyes átvételi lehetőséget? Ugye ez is 2008-ig volt igazán izgalmas, amikor ugye kötelező volt mindenképpen megadni egy személyes átvételi pontot, ahol ezeket a termékeket ugye át lehetett venni. Ha most webáruházat üzemeltetek, van ilyen jellegű kötelezettségem? Nincsen ilyen, tehát a fizetési módokat tetszőlegesen meg lehet határozni, egyáltalán nem muszáj a személyes átvételt biztosítani, persze ez egy lehetőség, a leggyakoribb, amennyire én tapasztalom most már inkább az online fizetés és személyes átvétel az egyre ritkább, illetve ehhez kapcsolódik, hogy az ASF-ben viszont feltétlenül fel kell tüntetni, és ez a fogyasztóvédelmi törvény alapján mindig a cég székhelye, a panaszkezelés helyét. Tehát ettől függetlenül, hogy személyes kontaktus nincsen, nem szeretne ilyet a webshop üzemeltető vállalni, attól még a panaszokat kezelni kell. És hova mehetek oda személyesen óberkodni, hogyha... Hogyha személyesen nem is, de az biztos, hogy nem kérdője, a cég székhelyére mondjuk tudjak egy levelet küldeni. Így van. Jó, na hát akkor itt szerintem át is tértünk a következő izgalmas témakörre, ami ugye a webáruházakhoz kapcsolódó jogi dokumentáció. Mik azok az információk, amiket azt mondod így az elmúlt legalább 9 éves, de hát ugye nem 9 éves, de amit kifejezetten a webáruházak szolgálatában töltöttél, legalább 9 éves tapasztalatod alapján, mi az, amit igazán érdemes úgy jól gatyába rázni egy webáruház esetében? Hát ugye alapvető, ezt szerintem már mindenki tudja, de azért ismételjük el, hogy általános szerződési feltételeknek, adatkezelési tájékoztatónak kell lennie a weboldalon, a webshopban, és számtalan jogszabály határozza meg a webshop üzemeltető cégeknek vagy egyéni vállalkozóknak a tájékoztatási kötelezettségét, tehát az elektronikus kereskedelmi törvénytől elkezdve a 45/2014-es kormányrendeleten át a PTK-ig nagyon-nagyon sokféle tájékoztatási kötelezettség előfordul. Amennyire én látom, most nem sorolom el, hogy minek kell az ASF-ben benne lennie, inkább azt mondom el, hogy van mi az, egyébként ami... van kötelező alak, illetve tartalmi követelmény, amit jogszabály meghatároz az ASF-ek vonatkozásában? Természetesen a tartalmi követelményt nagyon sok jogszabály meghatározza, pont ez, amit mondtam, hogy miről kell tájékoztatni, csak így pontokba elmondom, hogy az ASF elején a szolgáltatói adatokat fel kell sorolni, nagyon sokan elfelejtik a cégjegyzékszámot megadni, ezt rendszeresen a mai napig látom a fogyasztóvédelmi végzésekből, hogy például a cégjegyzékszámot nem tüntetik fel, telefonszám nagyon jó, hogyha van panaszkezelés szempontjából, de adatvédelem szempontjából is, hogy az érintettek tudjunk egy ilyen lehetőséget adni, mégis nagyon sokan elfelejtik feltüntetni. Ugye le kell írni az elállási jognak a szabályait, a szavatosság, a jótállás szabályait, hogyha jótállás köteles terméket is értékesítenek a webshopban. És itt is nagyon sokan nem tudják rendesen leírni, tehát a fogyasztóvédelemnek az az elvárás, hogy szinte köznyelvi szinten, tehát konyhanyelven legyen leírva, hogy mi a különbség a szavatosság és a jótállás között, ez nem mindig sikerül. Az elállási jog esetén sokan még a 1999-es kormányrendeletre hivatkoznak, ami teljesen rossz. A szállítási költségnél nagyon sok probléma szokott lenni, nagyon sokan azzal elintézik, hogy a postadíjszabása szerint történik a szállítási költségek meghatározása, tehát nem írnak egy összeget, egy díjat ki az ASF-be, holott a fogyasztónak konkrétan kell tudnia, hogy mi az az összeg, amire számíthat, mi az, amit fizetnie kell, méghozzá bruttó értékben, tehát a nettó plusz áfa sem megfelelő tájékoztatás a szállítási díjakat tekintve. Ezek a legfontosabbak, illetve tartalmi követelmény, az főleg az adatvédelemnél itt ugye a GDPR-nek az átláthatóság elvére gondolok, hogy legyen átlátható, legyen tagolt, legyen tartalomjegyzék, legyenek fejezetek, és akkor legyenek felsorolások, és az alapján sokkal jobban el tudjuk érni azt, hogy igen, az érintettet tájékoztattam a kötelező dolgokról. Amikor beszélsz, ez gyakran előfordul velem, hogy egy-egy ilyen monológnál általában csak nem akarok megszakítani, mert szerintem baromi értékes az, amit mondasz, de ezer meg egy kérdésem
ugrik elő. Az egyik ilyen még az ASF-re visszakanyarodva, utána ne izgulj, még a GDPR-ról is fogunk majd beszélgetni, de itt az ASF-re visszakanyarodva, mi a különbség a szavatosság és a jótállás között? Említetted, hogy sokan nem írják le megfelelően, ez szerintem azért van így, mert sokan kereskedőként sem. Tehát mi tartottunk erre egyszer egy ilyen jogi szemináriumot, és azt láttam, hogy a legtöbb kérdés az erre vonatkozott, hogy maguk a kereskedők sem feltétlenül tudják, hogy mikor melyiket kell alkalmazni, és hogy milyen termékükre mi az, ami vonatkozik. Ezt ilyen nagyon-nagyon egyszerűen konyha nyelven össze tudnád foglalni? Igen, az a legfontosabb, hogy a jótállást azt a 151/2003-os kormányrendelet részletezi, és ennek a mellékletében megtaláljuk azokat a termékeket, amiket úgy hívunk, hogy jótállás köteles termék, ezek a tartós használatú termékek egyébként, meg kell nézni azt a felsorolást, ott tényleg nagyon sokfajta terméket felsorol ez a jogszabály, tehát jótállást akkor kell vállalni, hogyha ilyen termékeket értékesítünk, és akkor csak akkor van jótállás, hogyha ezek új termékek, 10 000 forint felettiek, és a vételár alapján határozódik meg, hogy a jótállási idő az 1, 2 vagy 3 év legyen. Hogyha nincsen jótállás köteles termékünk, akkor ugrunk a kellékszavatosságra, amit már a PTK szabályoz, ami egy teljesen általános szabály, és az kimondja, hogy ugye hibás teljesítés esetén milyen jogai vannak a fogyasztónak, ugye kijavítást, kicserélést kérhet, elállhat a szerződéstől, ugye más költségére, vagyis a webshop költségére kijavíthatja a terméket, tehát itt többfajta lehetőség van, és ezt minden termékre kell alkalmazni, kivéve például, hogyha használt terméket értékesít a webshop, illetve akkor is kell, de akkor egy rövidebb időtartamban, mert akkor csak 1 év a szavatossági idő. Egyébként a PTK alapján, hogyha fogyasztó és vállalkozás között jön létre a szerződés, tehát hogyha a webshopból egy természetes személy, és nem egy cég, hanem hogyha egy természetes személy vásárol, akkor 2 év a kellékszavatosság. De még ez is egy kicsit bonyolódik, mert azt mondja a polgári törvénykönyv, hogy az első 6 hónap az egy ilyen kicsit szigorúbb a webshop számára, mert akkor még számíthat arra, hogy neki valamilyen teendő lesz a hibásan teljesített termékkel, mert hogy 6 hónapon belül a fogyasztónak semmit nem kell bizonyítania, hogy miért hozza vissza ezt a terméket, miért nem jó neki, nem kell bizonyítania, hogy hibás volt már a megvétel pillanatában, de 6 hónap után már igen. Tehát ott már kell egy szakvélemény, vagy bármi, amivel tudja bizonyítani, hogy hát bizony ez a termék már akkor, amikor én, mit tudom, 7 hónappal vagy 8 hónappal ezelőtt megvásároltam, már akkor rossz volt, akkor hibás volt, hát erre kicsi az esély. Igazából ez a jótállás és a kellékszavatosság között a legnagyobb különbség, vagyis okay. Ezek. Igen, ez szerintem egyébként ez egy hibátlan összefoglaló volt. Ha ezt én így el tudnám mondani, nagyon-nagyon boldog lennék, de tényleg azért valljuk be őszintén, nem egy egyszerű kérdés. Nem egyszerű, igen. Említetted még itt ugye a tájékoztatási kötelezettséget. Ugye azt kijelenthetjük, hogy maga ez a tájékoztatási kötelezettség, ez nagyjából ilyen 3 rétű dolog. Tehát tájékoztatnom kell ugye a szolgáltatásomról a látogatót, ugye egy ASF formájában összefoglalva ezt a dolgot. Tájékoztatnom kell őt saját magamról, hogy ki vagyok én, ugye cégadatoknak a feltüntetése, cégbírósági bejegyzés, vagy cégbírósági bejegyzési szám, melyik cégbíróság jegyezte be a céget, adószám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, stb. És tájékoztatnom kell a termékről a fogyasztómat, illetve a vásárlómat, hiszen ez egy távol lévő felek között köttetett szerződés, és ennek megvannak a maga szabályai. Hogyan kell, milyen formában kell a látogatómat a termékemről tájékoztatnom? Mikor járok el megfelelően, és mikor számíthatok arra, hogyha a fogyasztóvédelmi jogköröket ellátó minisztérium tart egy vizsgálatot, akkor azt fogja mondani, hogy ez nem jó. Hát azt mondják a jogszabályok, hogy a termékről minden lényeges tulajdonságot meg kell jeleníteni, nem konkretizálják, mert ez lehetetlen is, mert minden termék más és más, tehát minden lényeges tulajdonságot fel kell tüntetni,
és hogyha olyan termék, ami mondjuk egységárban kifejezhető, tehát mit tudom én, folyóméterre meg lehet határozni, akkor az egységárat is az egy egységre, egy méterre jutó egységárat is fel kell tüntetni, és nagyon fontos természetesen az ár, és a legfontosabb, hogy ezt pedig bruttó összegben kell meghatározni. Zárójelben alatta le lehet írni, hogy mennyi a nettó plusz áfa, de a lényeg, hogy a konkrét, a ténylegesen fizetendő vételárat kell feltüntetni, tehát a termékadatlapján ezek a legfontosabb információk. És ez ugye akkor is így van, hogyha én egy B2B webáruházat üzemeltetek, ott nyilvánvalóan érdemes kiírni a nettó árat, hiszen ugye a viszonteladó partnereim, a üzleti partnereim ez alapján fognak döntéseket hozni, de alapjában véve a legfontosabb az, hogy a bruttó árnak bármilyen webáruházat is üzemeltetek, mindenképpen ott kell, hogy legyen. Igen, illetve B2B webshopnál nem is annyira nagy ez a kötelezettség, mert ugye ott nem fogyasztó és vállalkozás között jön létre maga a szerződés, hanem vállalkozás között, és itt ezt ritkább esetben, sőt valószínűleg nem is fogja a fogyasztóvédelme ellenőrizni, hiszen nincsen fogyasztó. Tehát olyan hatalmas ellenőrzésekre, meg olyan hatalmas szigorú tájékoztatási kötelezettségre nem is nagyon kell számítani. Ez való igaz. Erre most így azt érzem, hogy egy kicsit rászaladtam erre a dologra. A fogyasztóvédelem részét kihagytam ebből a történetből. Még azt akartam megkérdezni, hogy itt a termékfotó amúgy mennyire fontos tényező? Tehát mennyire számíthatok arra, hogyha webáruházamban nem töltök fel mondjuk a termékekről fotókat, vagy azok a termékfotók mondjuk egészen icipici méretűek, ilyen thumbnail méretűek, és nem árulnak el semmit a termékemről, akkor ez szintén lehet egy bírságolásnak az alapja? Nem írja elő jogszabály, hogy a termékről fotót meg kellene jeleníteni, de mondjuk ez is lehet, hogy belefér abba, amit ugye említettem, hogy a lényeges tulajdonságait a terméknek be kell mutatni. Itt igazából a legnagyobb probléma az lehet, hogyha annyira rossz minőségű a kép, akkor könnyen lehet a fogyasztók megtévesztésének, hogy annak minősül, hogyha valaki annyira rossz minőségű képet tesz ki. És igazából szerintem ez nem is jogi kérdés, hanem üzleti kérdés, hogy mennyire tudom értékesíteni azt az adott terméket, arról nem is beszélve, hogy ha annyira rossz minőségű a fénykép a termékről, akkor nagyobb eséllyel fognak a fogyasztók élni az elállási jogukkal, hiszen nem is azt kapják, mint amit normálisan láttak a monitoron. Oké. Most olyan kérdéseket egyébként azokat veszem elő, amik az évek során mondjuk hozzám beérkeztek egy-egy ilyen dologban, úgyhogy kanyarodjunk is egyel tovább a GDPR-ra, ami ugye az elmúlt, tehát ameddig nem jött a COVID, addig valljuk be őszintén a GDPR volt az elkereskedelem témakörében az igazi hot topic, hiszen mindenki azzal foglalkozott. Mi ez a GDPR, mikor datáljuk, és miről szól? Hát ugye ez az általános adatvédelmi rendelet, azt nagyon kevesen tudják, hogy már 2016-ban hatályba lépett, de csak 2018. május 25-től alkalmazandó. Ez ugye egy Európai Uniós rendelet, ami azt jelenti, hogy Magyarországon mindenféle implementálás nélkül, tehát nem kell beültetni a magyar jogba, hanem ez közvetlenül és azonnal alkalmazandó, és a webshop tevékenységre is alkalmazzuk, hiszen egy webshop üzemeltető rengeteg személyes adatot kezel, és hát ez egy adatkezelési jogszabály, ráadásul uniós, amit muszáj alkalmaznunk. És nagyon fontos megemlíteni, hogy a GDPR hatályba lépésével mindenki összerezzent, hogy úristen, mi lesz most, milyen szigorú szabályok jöttek, de igazából sok tekintetben enyhített a GDPR, mert hogy az eddigi kettő használatos jogalap helyett, ugye az egyik a törvény, a másik pedig az érintett hozzájárulása, behozott egy csomó más jogalapot is, ilyen például a webshop értékesítés esetén a B pontos jogalap, a szerződés kötéshez szükséges személyes adatok kezelése, tehát már nem kérünk mindenféle hozzájárulást, meg mindenhez hozzájárulást, hanem azt mondjuk, hogy a webshop üzemeltetés során ugye egy adásvételi szerződés köttetik, és a szerződéses jogalapot használjuk, a szerződés teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése, tehát ezeket az adatokat folyamatosan kell kezelnünk, illetve a másik,
hogy ugye értékesítés esetén egy számlát állítunk ki, erre pedig a számviteli törvény vonatkozik, és itt egy másik jogalap lép be, méghozzá a jogi kötelezettségen alapuló jogalap, és azt mondjuk, hogy a számviteli törvény alapján kezeljük ezeket a személyes adatokat, mégpedig 8 évig. Tehát, hogyha valaki már átvette a terméket, tehát befejeződött az értékesítés, a szerződés teljesítésre került, és ír a webshopunknak, hogy szeretném kitörölni az összes személyes adatomat, mert miért kezelitek még mindig? Akkor megmondjuk nekik, hogy a számviteli törvény alapján a számlán szereplő adatokat bizony nem törölhetjük, mert akkor jogsértés történik, tehát ez egy ilyen kötelező adatkezelés. Azért mondom, hogy így megoszlanak az egyes jogalapok a GDPR alkalmazandóvá válásával, illetve megszületésével, de például a hozzájáruláson alapul még mindig például a hírlevél küldés, egészen addig, amíg végre nem kukázza ki a magyar jogalkotó a reklámtörvényt, mert ott még mindig a reklámtörvény előírja, hogy hozzájárulást kell kérni a hírlevél küldéshez, holott a GDPR a másik oldalon bevezette a jogos érdekű érdekmérlegelésen alapuló jogalapot, tehát mondhatnánk azt, hogy nekünk jogos gazdasági érdekünk, hogy hírlevelet küldjünk, de az a fránya reklámtörvény még mindig hatályban van, és sajnos még én nem láttam a joggyakorlat során, nincsen egy olyan bírósági döntés, ami rögzítette volna, hogy a GDPR-nak elsőbbsége van a reklámtörvénnyel szemben, és lehet jogos érdek alapján végre hírlevelet küldeni. Egyébként én afelé hajlok, hogy lehetne jogos érdek alapján, de a bizonytalankodók miatt, illetve hogy valaki nagyon biztosra akar menni, ezért és hogy fél a esetleges bírságoktól, én mindig azt ajánlom még mindig, hogy igen, hírlevél küldéshez kérjünk hozzájárulást, az a tuti. Beszéljünk egy izgalmas határmesdjéről. Valaki a kosarába rak egy csomó terméket, megkezdi a checkoutot, és elhagyja a kosarát, és ilyenkor lehet ugye egy automatizmust adott esetben beállítani a ShopRenter áruházatban is, egy ilyen elhagyott kosár értesítőt, hogy hello, kedves XY, gyere vissza is fejezd be a vásárlást, mert tudjuk, hol laksz, vagy bármi ilyesmi. Nyilván nem erre hivatkozva, de hogy figyelj, szerintünk is baromi jól állt volna neked az a piros pulcsi, gyere vissza és vedd meg ezt a piros pulcsit. Ez hova tartozik? Hogyha nem lenne a reklámtörvény, hogyha deregulálták volna ugye a GDPR alkalmazandóvá válásával, ugye 2019-ben volt egy hatalmas GDPR saláta törvénycsomag, akkor nagyon sok jogszabályunkat módosította a jogalkotó, de a reklámtörvény kimaradt. Hogyha nem lenne, vagy megtörtént volna ez a reklámtörvénnyel is, akkor azt mondom, hogy minden további nélkül jogos érdek alapján lehet egy ilyen üzenetet küldeni. Viszont mivel a reklámtörvény még mindig itt van, és én magam óvatos vagyok, tehát én szeretek óvatos lenni ebben a tekintetben, én azt mondom, hogy ez is egy DM üzenet, tehát egy hírlevélnek minősülő üzenet, mert hogy azért küldjük azt a kosár elhagyásra figyelmeztető üzenetet, mert hogy motivál szeretnénk a vásárlásra, és innentől kezdve ez egy reklámüzenetnek minősül. Tehát ilyet én jó szívvel azt ajánlom, hogy csak annak lehetne küldeni, aki a regisztrációkor feliratkozott. Így van, aki ehhez hozzájárult. Viszont a másik oldalon pedig azokat, akik adott esetben használják ezt a dolgot, azokat pedig azzal tudjuk megnyugtatni, hogy azért most már 2 éve itt van a GDPR, és 2 éve egy csomó-csomó cég használja ezt az elhagyott kosárértesítő funkciót, nem csak ShopRenteresek, hanem igazából a nagyoktól is kapok ilyet egyébként rendszeresen, és ahogy te is mondtad, nem volt még olyan, vagy nem tudsz olyan precedensről, ahol ugye ezt a két jogszabályt állították volna szembe egymással, tehát hogy nem jutott még el ilyen fogyasztói panasz bíróságig, ahol erről döntöttek volna, tehát a kockázata azért valljuk be őszintén ilyen formában talán viszonylag alacsony, de ha valaki igazán biztosra akar menni, akkor ezzel csak nagyon-nagyon csinyán bánik ezzel a történet. Igen, igen. Tehát akkor ahogy említettük, hogyha feliratkozott a hírlevélre, hogyha 100%-ra akarunk menni, akkor csak akkor küldjük ki ezt a tető üzenetet. Mert ugye a GDPR-nak az a másik, bár ez alapján ugye pont nem a GDPR miatt büntetnének meg, de ugye azt akartam mondani, hogy említetted, hogy a GDPR egy csomó tekintetben enyhítést hozott ugye a magyarországi jogrendbe,
Viszont egy tekintetben mindenképpen szigorodást, hogy itt ugye nem csak a szabályok Európai Unió szerte egységesek, hanem a büntetési tételek is. Tehát itt nem arról van szó, hogy kapsz egy 100 000 forintos fogyasztóvédelmi bírságot, hanem itt azért elég vastagon fog a ceruza, hogyha valakit megbüntetnek. Igen, de azért azt se felejtsük el, hogy a webshop üzemeltetőknek a nagy része igazából KKV, és a GDPR-nek a bírságolási rendszere is azért figyelembe vesz dolgokat, tehát az előző éves árbevételtől elkezdve az érintettek köre, a jogsértésnek a súlyossága, volt-e már korábban jogsértés, tehát nem igazából ez 2018-ban nagyon menő szöveg volt, hogy ezzel riogassunk mindenkit, és úristen, most mi fog történni. Valóban emelkedett, és valóban jóval magasabb bírságösszegeket szabhat ki az adatvédelmi hatóság, de azért nyilván figyelembe veszi itt is az előbb említetteket a bírság kiszabása során a hatóság. Tehát én nem gondolom, hogy első körben hatalmas bírságokra kell számítani. Egyébként én nem is emlékszem olyanra, hogy az elmúlt időszakban lett volna olyan, hogy akár egy webshopot is valamilyen adatvédelmi jogsértés miatt megbírságolt volna az adatvédelmi hatóság. Nyilván vizsgálatok vannak, de első körben azért a hatóság is a figyelmeztetés részesíti előnyben, illetve vizsgálati eljárást folytat lehet. Tehát én úgy gondolom, hogyha normálisan kommunikálunk a hatósággal, mindent megteszünk annak érdekében, illetve látják az igyekezetet az adott cégen, hogy az adatkezelőn, hogy szeretnénk megfelelni a GDPR előírásainak, akkor olyan nagy baj nem lehet. Hogyan tudunk megfelelni egyébként? Ez egy izgalmas kérdés. Kell-e ilyen adatvédelmi felelős a cégen belül? Milyen cégméret fölött? Tehát, hogy oké, csinálunk egy, akár rajtatok keresztül, csinálunk egy jó adatkezelési tájékoztatót. Oké, rendben van. Ezt minden olyan helyre feltüntetjük, ahol fel kell tüntetni. Hogyan tudunk még webáruházként megfelelni? Amikor elkezdted mondani, hogy adatvédelmi, azt gondoltam, hogy azt mondom, hogy adatvédelmi biztos, mert így szoktak minket megkeresni, hogy vállalunk adatvédelmi biztost. De hát az ugye egy ombudsmani kifejezés, nem adatvédelmi biztos, soha nem hívták így, hanem adatvédelmi tisztviselőről beszélünk, ami egyébként a webshopok nagy esetében egyáltalán nem kötelező, mert azt mondja a GDPR, hogy igazából akkor kötelező, többfajta esetet említ, de ami a webshopokra ráhúzható, az esetleg, hogyha az adatkezelés az érintettek nagymértékű, rendszeres, folyamatos megfigyelésével jár, és itt a megfigyelésen is van a hangsúly, tehát a webshopnak a fő tevékenysége az értékesítés, és nem az érintetteknek a nagymértékű, folyamatos megfigyelése, nem ez a fő tevékenység. Tehát adatvédelmi tisztviselőre valószínűleg az esetek nagy részében nincsen szükség, ennek ellenére természetesen ki lehet nevezni, meg lehet bízni adatvédelmi tisztviselőt, semmi nem tiltja, ez főleg akkor indokolt, hogyha nagyon nagy webáruházról beszélünk, ahol nagyon sok az érintett, nagyon sok személyes adatot kezelnek, akkor azt mondom, hogy van létjogosultsága. És a GDPR nagyon sok kötelezettséget előír még, hogy minek kell megfelelni. Az előbb említetted ugye az adatkezelési tájékoztató meglétét, ugye tájékoztatni kell az érintetteket az adatkezelésről, illetve nagyon fontos... El kell fogadniuk, ugye, és minden olyan helyen, ahol adatkezelést végzünk, legyen az hírlevél feliratkozás, legyen az egy bármilyen pop-up, ahol személyes adatot ad meg magáról, és itt ugye a személyes adatoknak a köre, az ugye ez jogszabályonként változik, hogy mit tekint a jogszabály személyes adatnak, és azt általában ugye ilyen valahol a jogszabályba el is helyezik, és kifejtik azt, hogy konkrétan abban az adott jogszabályban mit értenek mondjuk személyes adatnak, vagy minősített adatnak, vagy bármilyen egyéb adatnak. Ezt mindig jól leszokták írni, hogy ez mit jelent. Itt a GDPR vonatkozásában azért valójában őszintén ez egy viszonylag tágra sikerült fogalom. Tehát itt minden, nagyjából minden adat, ami velem kapcsolatban keletkezik, egészen addig, ameddig a kapcsolata velem helyreállítható, tehát az is, hogy mitől bekérik az én vallási hovatartozásomat, most mondta egy példát, mondjuk az, hogy Kulcsár István Robert
református, ezt egészen addig, ameddig a kapcsolata velem helyreállítható, hogy én vagyok református felekezetbe tartozó, addig ezt megilleti a védelem, onnantól kezdve, hogy ez nem állítható már helyre, onnantól kezdve pedig ez már csak egy egyszerű adat, és nem személyes adat. Igen, igen, az gyakorlatilag az adatkezelésnek a megszűnése, tehát onnantól kezdve már nem beszélünk, ugye akkor beszélünk személyes adatról, hogyha beazonosítható az adott személy konkrétan. Amiket itt említettél, ezek különböző személyes adat kategóriák, ugye például a vallás az már egy különleges kategóriába tartozik, tehát ezeknek a személyes adatoknak a kezelése alapvetően tilos, tehát a GDPR meghatározza, hogy milyen konkrét esetekben lehetséges, de nem gondolom, hogy egy webshopnál ilyen gyakran előfordulna. Úgyhogy... Akkor itt ugye a GDPR-ban ugyanúgy ez, ami a régi adatvédelmi törvényben benne volt, ugye ez egy fontos jogelv volt, ugye ez az adatkezelés célhoz kötöttségének az elve, tehát hogy bármilyen adatot csak konkrét célból és meghatározott ideig, ugye a cél teljesüléséig kezelhet a webáruház, ez akkor ugyanúgy megmaradt a GDPR esetében is. Igen, igen, ugyanúgy megmaradt ez az alapelv is. Tehát itt, amit említettem az előbb példákat, ugye például a webshop értékesítés során a cél teljesül akkor, amikor megtörténik az adásvétel, tehát utána igazából már nincsen szükségünk a személyes adatok kezelésére. Hogyha valaki vele iratkozik a hírlevélről, ott is történik egy személyes adat törlési kérelem, ami a leiratkozással realizálódik, tehát ott is megszűnik utána az adatkezelési cél, de például a számviteli törvény előírja, hogy 8 évig ugye kötelező kezelni ezeket a személyes adatokat, ott egy sokkal hosszabb a maga az adatkezelési cél. De nem küldhetek ki rá hírlevelet, hiszen ugye nem abból a célból kezelem ezeket az adatokat, hiába ott van adott eset, tehát nem küldhetek ki egy direkt levelet egy ajándékkuponnal, hiába van meg a címe az adott ügyfélnek, mert nem abból a célból kezelem ezeket az adatokat. Igen, jó, igen, itt két dolog ütötte meg a fülem, és indított el bennem gondolatot. Az egyik az, amire szeretném, hogyha még válaszolnál, hogy adatokat, tehát ami fontos, hogy ugye itt a GDPR, és ezt igyekszem minél több helyen elmondani, a GDPR az nem csak a webáruházban történő adatkezelést érinti, hanem minden személyes adatkezelés, tehát ilyen formában, hogyha akarunk felvenni egy új kollégát, aki az infókukat cégnevem.hu-ra küldi el az önéletrajzát, vagy odaadunk magánhasználatra telefont, amiből a híváslistát láthatjuk, mert ott van a tételes híváslista, vagy a magánhasználatra odaadott autó esetében a GPS nyomkövető, vagy a felszerelt kamerarendszer, ami a kollégákat is látja napközben, ez mind a GDPR hatája alá tartozik, tehát érdemes adott esetben keresnünk egy olyan szakembert, aki segíthet nekünk abban, hogy a cégünk belső adatkezelését is auditálhassuk, és ne csak a webáruházast. Pontosan, tehát ez, amiket említettél, ezek a munkahelyi adatkezelés körébe eső adatkezelések, és ezeket is valóban le kell szabályoznia, hiszen említettük, hogy egy webshopot nagy eséllyel cégként fog üzemeltetni valaki, ahol már munkatársak is lehetnek, és a munkatársaknak a személyes adatait természetesen kezelni kell, lehet különféle ellenőrzés. A munkatörvénykönyve meghatározza, hogy milyen módon, milyen feltételekkel, milyen garanciák mellett lehet ellenőrizni a munkavállalókat, és ezeket is természetesen szabályozni kell egy belső céges adatkezelési tájékoztatóban. Tehát nagyon sokrétű a GDPR alapján az adatkezelőknek a tevékenysége, és nagyon fontos, hogy ugye említettük a webshopnak az adatkezelési tájékoztatóját, hogy jó, kitesszük és elfogadja, és így meg úgy, de nagyon fontos, hogy a minden napi gyakorlat során ezeket alkalmazza a webshop, tehát ami le van írva az adatkezelési tájékoztatóban, annak tényleg feleljen meg. Tehát, hogyha valaki kérdi az személyes adatainak a törlését, akkor az tényleg történjen meg, kapjon visszacsatolást erről az érintett. Hogyha hírlevél feliratkozásról beszélünk, akkor legyen ott egy leiratkozás link. Azt mondja a GDPR, hogy ugyanolyan könnyű és egyszerű módon kell lehetővé tenni
a hírlevélről való leiratkozást, mint ahogy feliratkozott. Tehát ne kelljen az érintettnek külön egy e-mailt írnia, hanem tényleg legyen ott egy leiratkozás, vagy lépjen be a profiljába, és akár ott kapcsolhassa ki egy checkboxa, hogy nem kérek több hírlevelet. Tehát ugyanolyan egyszerű módon kell megtenni, mert így fogunk megfelelni a GDPR-nak. Mi történik akkor, hogyha ennek nem felelünk meg? De mármint olyan értelemben nem felelünk meg, hogy történik bármilyen szempontból egy adatkezelési incidens. Ilyenkor mikor járunk el helyesen? Pontosan úgy hívják, hogy adatvédelmi incidens. Hát ez a biztonság sérülése igazából, tehát amiket itt említettünk, hogy nem úgy történik a leiratkozás, mint ahogy elvárható lenne, tehát nem olyan egyszerű módon, vagy hogyha nem fogadja el valaki az adatkezelési tájékoztatót, vagy hogyha egyáltalán nem teszünk ki tájékoztatót a webshopra, akkor ezek sima jogsértések. Az adatvédelmi incidens az pedig egy biztonsági kategória, az akkor történik igazából, hogyha tegyük fel, feltörik a webshopunkat, vagy kiszivárognak a személyes adatok. És akkor ezeket mérlegelnünk kell, meg kell nézni, hogy mekkora kockázattal jár az érintettekre az adott adatvédelmi incidens, és ennek megfelelően kell eljárnunk, hogy adatvédelmi incidens jegyzőkönyvet kell felvennünk, a hatóságot értesíteni, illetve hogyha nagyon magas kockázatú, tehát tuti, hogy kikerültek a személyes adatok, a jelszavak, minden, akkor bizony még az adatvédelmi hatóságot is értesíteni kell. Tehát ez egy újabb kötelezettsége az adatkezelőknek. Oké, és akkor mivel azt mondták nekem, hogy fél óránál ne legyen több, és már 40 perce beszélgetünk egymással, egy utolsó kérdésre maradt még idő, ami így bennem maradt. Mi van akkor, hogyha valaki vesz egy meglévő webáruházat, vagy adott esetben eladja a meglévő webáruházát? Ebben az esetben a felhalmozódott személyes adatoknak mi kell, hogy legyen a sorsa, és hogyan járok el helyesen? Hát ugye itt részletezni kell rendesen az adásvételt, tehát itt doménlemondó nyilatkozattól elkezdve adásvételi átruházó szerződés, és már ebben bele lehet írni, hogy a személyes adatokkal mi lesz, illetve érdemes egy érdekmérlegelési tesztet készíteni, melyben leírjuk, hogy a vásárló cégnek a jogos érdeke az, hogy ezek a személyes adatok átkerüljenek, hozzá nyilván az érintetteket tájékoztatni kell, tehát ők valamikor regisztráltak, és feliratkoztak, és stb. Tehát jogszerűen történik az adatkezelés, de az adatkezelő személyében történik egy csere, erről illene őket tájékoztatni, és akár az érdekmérlegelési tesztet is ki lehet tenni, hogy mi történik a továbbiakban, főleg az érintettek jogairól érdemes ilyenkor tájékoztatást adni, hogy ugye bármikor kérhetik a személyes adatainak a törlését, helyesbítését, stb., és mehet tovább a webshop üzemeltetés ezek után. Jó. Adott esetben akkor ilyen menti tudtok segíteni ilyen webáruház adásvételes dolgokban is, hogy az adatkezelés is történjen. Jó, azért ez egy izgalmas dolog, mert ugye korábban én bevallom neked őszintén, nem találkoztam olyannal, hogy valaki eladta volna a webáruházát. Éveken keresztül ilyen szökőévente egy valaki feltette, hogy akkor lenne egy eladó webáruháza. Most pedig ugye, hogy egyre több webáruház jelenik meg a magyar elkereskedelem terén, vagy területén, így ugye természetesen már 10-15-20 ezer webáruháznál már megjelenik a másodlagos piac is, amikor már meglévő webáruházakat kezdenek el a tulajdonosaik értékesíteni, és ez egyre többekben vethet fel kérdést, akik egy ilyen webáruházat vennének, vagy netalántán a sajátjukból exitelnének. És gondoltam, ez még egy izgalmas kérdés. Lehet, hogyha köszönöm szépen, hogy erre is válaszoltál, szerintem megint sikerült egy tök jó beszélgetnünk, és reméljük, hogy akkor legkésőbb jövőre fordított sorrendben, tehát hogy te leszel a bal oldalon, én meg a jobb oldalon, tudunk majd egyet beszélgetni, amikor ti lesztek 10 évesek. Addig is pedig, hogyha nektek, webáruház tulajdonosoknak bármilyen kérdésetek, jogszabályi kérdésetek lenne, akkor a szakértőink közül Mikit, vagy bármelyik másik szakértőnket természetesen, akik ott vannak, de nyilvánvalóan itt ugye a kompetenciáról is meggyőződhettetek, tehát Mikit nagyon jó szívvel ajánlom nektek, és akkor találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!